Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják, a tartalomból. Méta a barátság jegyében, Marcelházi diákok Tapolcán. Negyedszázados kapcsolat, az IPA hamburgi csoportja járt városunkban. Merre tovább? Segítség a pályaválasztóknak. Harmadszor is megrendezték. Szent Mihály nap a Tamásiban. Szeptember 24-én Szent Gellért püspök a katolikus nevelés védőszentjének napján került sor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított díjak átadására, melyel a katolikus köznevelésben dolgozók kiemelkedő, kimagasló, önzetlen munkájának elismerésére nyílik lehetőség. A Tapolcai Katolikus Iskola dolgozói közül idén hárman is részesültek ebben a rangos elismerésben. Bányai Barbara tanárnő a 2011-ben kapott ezüst fokozat mellé idén az arany fokozatot kapta meg, többek között fáradhatatlan és kreatív szervező munkája elismeréseként. A díj ezüst fokozatában részesült Gyönge Jenőné Hilda, technikai dolgozó, a diákok és pedagógusok irányában megmutatkozó alázatos, türelmes, gondoskodó szeretete és segítőkészsége miatt. A Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesült Rohály János igazgató, aki az intézmény alapvető átalakításának munkáját végezte el az elmúlt években, megújítva a Tapolcai Katolikus Iskolát minden téren. A katolikus iskola dolgozóin kívül Szent Gellért díjban részesült Horváth Marietta, tapolcai hitoktató is, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tagintézményeiben látja el a hitre nevelés feladatát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított díjak átadására Veszprémben került sor. Az elismerést az iskola fenntartója, a veszprémi főegyházmegye nevében dr. Márfi Gyula érsek adta át. Évek óta tartó szoros kapcsolat van a felvidéki Marcelházi és a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola között. Mindez a határtalanul programnak köszönhető, amely lehetőséget ad arra, hogy tapolcai diákok a szlovákiai testvér településre és környékére látogassanak. Az elmúlt héten a szlovákiai magyar ajkú gyerekek két napot töltöttek városunkban. Az évek óta tartó Tapolca-Marcelháza kapcsolat eredményeként ismét felvidéki gyerekeket látott vendégül a Bárdos Lajos Általános Iskola. A gazdag programokról Bajner Imre igazgató számolt be. 2013-ban egy testvériskolai megállapodást írtunk alá a Marcelházi Magyar Tannyelvű Alapiskolával, és ugye ennek az apró pénzre váltása ez a program, amelyikkel részt veszünk. Egy két napra látjuk vendégül a Marcelházi testvériskoláknak a diákjait. Úgy gondolom, hogy elég gazdag programot állítottunk össze, ugyanakkor viszont nem szerettük volna telezsúfolni programokkal, hiszen a lényeg az, hogy minél többet tegyenek személyes kapcsolatot a Tapolca és Marcelházi diákok. Mai délelőttön látogatást tettek a Tavasbarlang látogatóközpontba. Most, ahogy mögöttem lehet látni, hogy a délután folyamán egy méta, illetve hát sportversenyen játszanak vagy barátkoznak együtt a diákok. Késő délután pedig Mindszent Kálára menjünk ki, ahol közösen készítenek langalót, kürtös kalácsot, szintén a Tapolc és Marcelházi diákok közösen. Holnap délelőtt 10 órára várom őket a Tapolcai Városi Múzeum múzeumba, ahol Décsei Sándor igazgató úr fog egy tárlatvezetést tartani a gyerekeknek. Utána a tóparton én egy Tapolca múltjáról egy tájékoztatót adok nekik, majd ebéd után pedig közös tapolcai marcelházi csapatokat, csoportokat alkotva egy ilyen játékos vetélkedővel ismerkednek a városra, végig fognak sétálni egy térkép mentén egy útvonalon, és különböző feladatokat kell majd megoldaniuk. Ezután pedig 4-től 6-ig egy diszkó zárja a programokat. Az elmúlt években minden alkalommal sikerrel pályáztunk a határtalanul programra, és mindig támogatást kaptunk, aminek következtében az elmúlt években több száz tapolcai diák tapasztalhatta meg a marcelháziaknak a vendéglátását. Mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, és minden évben így próbáljuk mi ezt viszonozni, hogy itt helyben vendégül látjuk őket. Tehát ez most a viszontlátogatás, amit a vaszi látogatásunkra. Jelen pillanatban is két pályázatunk van benne határtalanul a kapcsolatban. Várjuk az eredményeket, és reméljük, úgy készülünk mi is, és ők is, hogy májusban szintén találkozni fogunk, akkor Marcelházán. Varga Veronika a tapolcai diákok nevében elmondta, hogy várták már a találkozást, a métaversenyre pedig nagyon készültek.
Igazából nagyon kedvesek voltak, mindenki úgy viselkedett, mintha már régóta ismernénk egymást, beszélgettünk, voltak különböző közösségi programok, amiken megismertük egymást, és barátságok kötöttek. Ez a méta meccs, ez kint is megtörtént? Igazából sajnos nem tudtunk métázni, mivel nagyon rossz volt az idő, de helyette különböző együttes ilyen sporttevékenységek voltak, táncoltunk, a fiúk azt hiszem, hogy floorballoztak, meg fociztak. Ilyenkor, amikor ellátogattok egymáshoz, nyilván beszélgettek benneteket érdeklő dolgokról, zenéről, iskoláról, a lányok fiúkról, a fiúk lányokról. Mennyiben mások ők? Érdekli-e más őket, mint mondjuk a tapolcai gyerekeket? Igazából egyáltalán nem vagyunk különbözőek, hogy nem lehet észrevenni róla, hogy máshol lakunk, hiszen ugyanazok voltak szinte az érdeklődési köreink, mindenki talált magának olyan embert, akivel így az érdeklődési köre azonos volt. Azt mondtam az elején, hogy szorosra fűztétek a barátságot. Ez a barátság, ez egy élő dolog? Tartjátok a kapcsolatot mondjuk közösségi oldalakon keresztül? Hát igazából a legelején még sokat beszélgetünk egymással, de mostanában is vannak olyanok, akik így egymással írogatnak, de én például néhány embert bejelöltem, de nem nagyon beszélgettünk olyan sokat. Talán majd a mai alkalommal sikerül felmelegíteni a barátságot. Mit vártok a mérkőzéstől? Hát igazából nem tudjuk, hogy ők mennyire jók, mivel nem tudtunk játszani, de tavaly egész végig ezt játszottuk, amikor már jó volt az idő, úgyhogy hát reménykedjünk a legjobbakban. Nagyszerű programokkal készültetek Tapolcán a marcelháziak számára. Mi az, ami szerinted a legjobban fogja majd őket érdekelni? Igazából az nem Tapolcára van, de az egy program, hogy el fogunk menni Mindszent Kállára az erdei iskolába, és különböző programok lesznek, mint például a pizzakészítés, kalácssütés, és én például ezt várom a legjobban, meg gondolom a marcelháziak is. Zsidek Viktor marcelházi diák nem először járt Tapolcán társaival, de most különös izgalommal készültek az útra. Megérkeztetek Tapolcára nagy szeretettel, és hát nagy izgalommal vártak benneteket a tapolcai gyerekek. Milyen utatok volt? Jó utunk volt, hosszú, de jó volt. Először jársz Tapolcán? Már másodszor, már voltam itt a barlangban. Sikerült a barátságot kötnöd tapolcai gyerekekkel korábban, amikor itt voltál, vagy amikor ők voltak nálatok? Amikor ők voltak nálunk, igen. Ma, amikor megérkeztetek, rögtön már egy séta után program várt benneteket. Mi volt ez a program, és hát hogy tetszett? Mentünk a tavasbarlanghoz, nagyon szép volt, és az újítás is tetszett. Most pedig egy méta verseny van. Hát erre a méta versenyre nem tudom, ti hogyan készültetek, a tapolcaiak nagy izgalommal várják. Ezt gondoltuk. Hát csak nemrég tudtuk meg, hogy lesz méta, de amúgy szerintem jó lesz. Gyakorlottak vagytok ebben a sportban? Hát valamennyire, szerintem igen. 25 évvel ezelőtt két ember barátságának köszönhetően kapcsolatot a nyugállományú rendőröket tömörítő IPA világszervezet hamburgi csoportja és Tapolca között, amelynek nyomán városunkban is megalakult az IPA helyi szervezete. A negyedszázados barátságról emlékeztek meg a hétvégén a Tamási Áron művelődési központban, ahol a hamburgi IPA csoportot Rigl Lajos országgyűlési képviselő fogadta. A hamburgi IPA csoport látogatásának elején megtekintette Budapestet, a budapesti ORFK épületét, voltak Esztergomban, és ezután érkeztek Tapolcára, a negyedszázados barátság gyökeréhez. Rigl Lajos országgyűlési képviselő vendégeként a parlamentben is látogatást tehettek. Képviselő úr, az idei tavaszon Hamburgban járt az ottani IPA szervezetnél, milyen tapasztalatokat szerzett, és hát hogy tudjuk ezeket a tapasztalatokat itt gyümölcsöztetni Tapolcán? A megkeresés Sándor László részéről került elém, hogy megtiszteltetésnek venné, hogyha akkor még mind a polgármester kimennék velük Hamburgba egy ilyen 5 napos kirándulásra. Én nagyon jól éreztem magam ott, hiszen egy olyan társaságot, egy olyan nagy családot ismertem meg, egy olyan közösséget, akik nagyon összetartóak mindenben, akár a kulturális művészet, akár a gasztronómia terén, mert a Hamburgban eltöltött idő alatt mind a háromba részem volt. Megtekinthettem a hamburgi parlamentet, végigjárhattuk Hamburg szép utcáit, kikötőjét, és a gasztronómiai élvezeteket is megcsodálhattuk. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat a hamburgi IPA szervezet és a magyar IPA szervezetek között ez egy nagyon virágzó kapcsolat, és nagyon régre nyúlik vissza. Így ahogy a László is elmondta, hogy ez családokat is össze
összehoz, gazdaságilag is összehozza, tehát akár a gyermekeknek a továbbtanulása, nyelvtanulása, kinti gyakorlati munkavégzése szempontjából ez egy óriási kapcsolatrendszer. Azt tudni kell Hamburgról, hogy egy nagyon gazdag város, egy nagyon gazdag tartomány a kikötője miatt. Én úgy érzem, hogy a pesti tartózkodásuk az tartalmas volt, mind lelkileg, mind a gasztronómia szempontjából is, és úgy gondolom a hátralevő időt is itt úgy fogják eltölteni, hogy gazdag élményekkel mennek el, és a kérdésére, hogy válaszoljak, igen, tartalmas lesz ez a kapcsolat, úgy is kezdtük el, hiszen a hamburgi látogatás során sikerült a Stadthageni testvérvárosi kapcsolatot is újraéleszteni, egy fiatal, nagyon törekvő, nagyon aktív polgármester, illetve képviselőtestület állt fel Stadthagenbe, aki üdvözölte a megkeresésünket, és azóta a kapcsolat az folyamatos a két város között. Wolfgang Hartmann, az IPA hamburgi szervezetének elnöke beszélt arról, hogy milyen élményeket szereztek Magyarországon magyar barátaik által. Die Geschichte ist die 25-jährige Freundschaft zwischen IPA-Freunden aus Tapolca und aus Hamburg. A története ennek az, hogy a 25 éves barátság az IPA barátok között, Tapolcáról és a hamburgi IPA szervezet között. Az IPA az egy nemzetközi szervezet, ami a rendőrök részére lett létrehozva, aminek a szlogánja az, hogy az emberek, tehát a világ népességének jobb egymás megértése a barátságon alapuló ismeretségeken. És májusban volt egy csapat már Tapolcáról nálunk Hamburgba, a további barátságnak a tovább vitele, és nem csak a rendőrök részére, hanem az emberek között is, a mi esetünkben is, azt lehet mondani, hogy nemzetközileg is. A 25 éves barátság történetéről, annak gyökeréről kérdeztük a két alapítót, Wolfgang Schemant és Sándor Lászlót. Wir haben uns vor 25 Jahren in Deutschland auf einem IPA-Seminar kennengelernt. Mi 25 évvel ezelőtt egy IPA-szemináriumon ismertük egymást. Itt Tapolcán még akkor nem volt bejelentett IPA-szervezet, bejegyzett IPA-szervezet. Az akkori rendőr kapitány, aki jelenleg is itt van, dr. Scher József, és egy évvel később történt meg az, hogy a Tapolcai szervezet is alapított egy önálló IPA szervezetet. Nagyon nagy ünnepség volt, amin szívesen emlékszik vissza, a 10 éves évfordulón Tapolcán 18 különböző európai országok vettek részt rajta, és több mint 300 résztvevő mindenki a saját nemzeti egyenruhájába Tapolcán masíroztunk, ugye a polgármesteri hivatalhoz. Ez alatt a 25 év alatt állandóan volt módunk találkozásra. Ebben az évben is már harmadszor vagyok itt Magyarországon. Például volt egy olyan történetünk is, hogy ezelőtt 10 évvel mi kettőnk közreműködésével, ő Hamburgba a rendőrakadémiának a főnökét felkeresve, én pedig itt a Körmendi iskolának a vezetőjét felkeresve a kapcsolataink révén egy eredményes kapcsolatot a két iskolák között létrehoztunk. És hogy ennek keretén voltak azok a programok is, hogy a hamburgi rendőriskolások itt voltak a Körmendi rendőriskolába, és tapasztalhatták meg azt, hogy hogy megy a tanulás, illetve ugyanígy a magyar részről voltak kint Hamburgba tanulók, és ott is megtapasztalhatták azt, hogy ott milyen a tanítási forma. Mondhatom azt is, és büszkén mondom azt, hogy mi már úgy nevezzük egymást, hogy tesó, testvérek. És ez azt hiszem, ez mindent megmond, de ugye a barátságnak ez az alapja. Az én gyerekeim is kicsik voltak, és ő gyerekei is kicsik voltak, most már megnőttek. Ha mi Hamburgba megyünk, akkor még a szomszédok is meg vannak hívva, és mindenki tanult tesz erről a barátságról. Időközben az alapító és a helyi IPA szervezet között megromlott a viszony. Ezzel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki Sándor László, aki felajánlotta munkáját és segítségét a helyieknek, hiszen a szervezetben óriási lehetőségek rejlenek. A barátság egy munkás dolog, dolgozni kell rajta, de úgy tűnik, hogy akkor nem csak Németország és Magyarország között, hanem itt Magyarországon is. És pont manapság ebben a könyörgő társadalomban, mondjuk a szükség lenne arra, hogy együtt egymással, egymásért, mert az úgy elveszett az utóbbi 10 évben, és az ember egyszer él. És hogyha lehetőségek határában meg tudja magának engedni, hogy elmegy ilyen látogatásra, akkor csinálja meg, mert mindent el tudnak venni az embertől, de az emlékeket és a barátságot azt nem. A helyi IPA szervezet meghívását Rigg Lajos országgyűlési képviselő tolmácsolta a német vendégeknek, akik a hivatalos ceremónia és ajándék átadás után szerény fogadáson vettek részt, majd folytatták magyarországi programjukat.
Egy AROP pályázat keretében, melynek célja az esélyegyenlőség járási szintű megvalósítása, tartottak pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak egésznapos programot a Tamási Áron Művelődési Központban, melyen részt vett a város valamennyi szakképző iskolája és a gimnáziumunk is, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara. Bemutatkozó előadásokat követően a diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy az intézményekkel, az általuk kínált lehetőségekkel testközelből is megismerkedjenek. Én ismereteim szerint ilyen jellegű rendezvényre Tapolcán még nem került sor. Azt tudni kell előzetesként, hogy a város sikeresen pályázott és nyert az AROP 1A3 pályázat keretében egy úgynevezett esélyegyenlőségi program járási szintű megvalósítására. Ennek már több rendezvényén vagyunk túl, de azt gondolom ez az egyik legnagyobb szabású rendezvénye. Itt a körültekintünk a terembe, akkor azt láthatjuk, hogy a járás összes szakképző intézete képviselteti magát, plusz a gimnáziumunk. Ezen kívül megtisztelt bennünket jelenlétével a Veszprém megyei Iparkamara, és megtisztelt bennünket a Tapolcai Klik, és megtisztelt bennünket még ezen kívül a Veszprémi Szakképzési Központ is. Tulajdonképpen, ha ezt végignézek, ezt a palettát, akkor itt van mindenki, aki a középfokú képzésbe érintett járásunkat tekintve, és persze a másik oldalon se fog hiányozni, hiszen hamarosan megérkeznek azok a diákok, a járás általános iskolának 7.-8. osztályos tanulói, akik számára ez a kiállítás, ez az alkalom tulajdonképpen megszerveződött, hiszen itt a teljes kínálati palettával megismerkedhetnek, és remélem választani is fognak tudni közülük, és sokukat jövő ősszel a diákjai sorába fogják tudni ezek az intézmények. Tapolc erőssége szerintem az, hogy a középoktatás teljes palettáját le tudja fedni. Most nem azt mondom, hogy a világ összes képzését tudjuk nyújtani, de azt gondolom, hogy aki gimnáziumba kívánja folytatni a tanulmányait, az is megtalálja maga intézményét. Aki szakmát szeretne tanulni, akár középfokú, tehát gimnáziumi érettségit adó szinten, akár pedig kimondott a szakma elsajátítása céljával, az is megtalálja maga intézményét, és aki azt gondolom kicsit nehezebben tanul, az is találó intézményt, ami el tudja juttatni ahhoz, hogy egy szakmát tudjon szerezni, aminek a segítség azt gondolom, hogy elkezdheti a felnőtt életét. Hogy mi az, amivel egy tapolci intézmény tud többet, mint a mondjuk egy távolabbi intézmény, szerintem ez sok szülő fölteszi magának azt a kérdést, én azt gondolom pont az, hogy helyben van. Továbbra is meg tud maradni szerintem a szülő és a gyerek közötti kapcsolat, ami lehet, hogy ebbe a korba egyáltalán nem szükségtelen. A másik, én azt gondolom, hogy jelentős költségtől is kiadástól is mentesíti ez a szülőket, hiszen nincs az eljárásnak a költség, a kollégiumnak a problémája minden vertikumával együtt. És azt gondolom az is, hogy a városunkban kiváló pedagógusok vannak. Tehát, hogyha valaki a tanév során nehézségekkel küzdik, ezt is sokkal könnyebben szülőként meg tudjuk szervezni, hogy a gyerekünk kiegészi oktatásba tudjon részesülni. És hát ne feledkezünk el magáról a városról, én azt gondolom, így a gyerek nem szakad ki abból a környezetből, amihez azt gondolom barátai kötik, maga a hely köti, és azt gondolom ez is könnyíti azt, hogy ezt a 4 évet, 3 évet sikeresen maguk mögött tudják tudni gyerekeink. 3. alkalommal csatlakozott Tapolca városa is a Szent Mihály napi országos programsorozathoz. Az időjárás az eseményeket a Tamási Áron Művelődési Központba szorította be, de aki eljött és kipróbálta a kézműves tevékenységeket, részt vett a minikoncerteken és a táncházon, egészen biztosan jól érezte magát. 3. alkalommal rendezzük meg Szent Mihály napi programunkat. 3 éve csatlakoztunk az országos kezdeményezéshez, és hát ez így van az idejünkben is. Sajnos az időjárás nem kegyes hozzánk, úgyhogy a programokat behoztuk ide a művelési központba, mert hát igazából, ha nem muszáj megfagyni, akkor ne fagyjunk meg, hát ha a gyerekek is azért itt bent jobban érzik magukat. 16 órától várjuk a gyerekeket a programokkal. Az Életfa galériából érkezett 3 kolléganő, velük lehet kézműves játszóházba részt venni. Emellett népi fajátékokkal készültünk. 17 órakor az Áldás együttesnek a koncertjére, és kicsiknek táncházra várjuk a gyerekeket, tehát koncertre és táncházra várunk mindenkit nagy szeretettel. Az est záró programjaként a Nyíregyhű Népzene Együttes lesz a vendégünk, ez már hagyomány ebben a programunkban. Ha minden jól megy, akkor a Köztársaság téren várunk mindenkit, mert szeretnénk
meggyújtani a Szent Mihály napi jelzőtüzet, és a Nyíregyhő zenekar, és a Tördeményc néptáncsoport tagjaival szeretnénk egy kellemes táncházzal megvárni, amíg a jelzőtűz a mágja leég. Első és második évben is pályáztunk rá, tehát állami támogatás volt. Ebben az évben már nem, de úgy gondoltuk az előző két év okán, hogy mi mégiscsak meg fogjuk ezt a mai nap szervezni. Ez most önerőből történt. Októberben is gazdag programkínálattal várjuk az érdeklődőket. Október 1-én a Zenei Világnap alkalmából a Járdányi Pál Zenei Iskola koncertjére hívok szeretettel mindenkit. Október 6-án az aradi vértanúk emlékünnepsége a Katonai Emlékparkban. Október 11-én, 16 órakor szintén a kicsiknek szeretnénk kedveskedni, a Magyar Mesezenekar Színház érkezik hozzánk, Ezer Bocs, Mici Mackó komédia. Várunk minden gyereket sok-sok szeretettel, itt a portán lehet jegyet vásárolni. Október 12-én Varga Károlynak első önálló kiállításának megnyitója lesz, és ezt követően 3 héten keresztül megtekinthető a kiállítás. Október 14-én Hangodi László történész soron következő előadására várok mindenkit sok szeretettel, melynek címe 26 falu fiai a nagy háború harcterein. Az előadás 18 órakor kezdődik. És október 17-én, 16 órakor pedig a Tapolcai Kórus találkozó, ahol vendégek lesznek a Várpalotai Bányász Kórus, Péti Férfi Kar és a Tapolcai Kamara Kórus. Nézzük főbb híreinket röviden. Méta a barátság jegyében. Marcelházi diákok Tapolcán. Negyedszázados kapcsolat. Az IPA hamburgi csoportja járt városunkban. Merre tovább? Segítség a pályaválasztóknak. Harmadszor is megrendezték. Szent Mihály nap a Tamásiban. Kedves nézőink, Önök a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!